hívták, s nagyon sok pénzbe került, mikor az első speaker izgatottan a mikrofonhoz ült. Érces hangja felszárnyalt és messzire repült, és egy hallgatóban megszólalt, a próba sikerült. S a gyáli úton állt egy csukott bútorszállító, és ott volt 23-ban az első stúdió. És műsorgyanánt akkoriban az is megfelelt, a Marcal János segédtiszt egy nótát énekelt. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. Rádióról 24-ben feljegyezhették, hogy az állatkertből sugározta az első koncertjét. S a lemezgyártók átkozták a konkurenciát, mely profit nélkül árulta a kék rapszódiát. A közel lakó amatőrök tisztán hallották, mikor a csepeli adó 25-ben jó reggelt kívánt. A magasba szöktek mindenféle furcsa antennel, és egy ügyes diák detektoros vevőt fabrikált. Szól a rádió, szól a rádió. Rögtönözni, a leírt szöveg felolvasandó. A skottázát és filutás Lilit kevesen ismerték, azt tudtam minden hallgató, hogy a hangjuk milyen szép, és a gyermeket a dobozban a bácsit keresték, és a nagymamák a politúrját szépre vixelték. A postások a bevőktől az adót vezették, és fizetni kellett egyformán a jó és rossz hírét. Szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió, szól a rádió. Zavarják, már zsebre vágjuk, s ha rosszul figyelsz, és...